kegyelem és békesség néktek Istentől, ami Atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól. Testvéreim, két igét olvasok fel a Szentírásból, amelynek alapján elmondom áldó szavaimat, amiként ezek nevén a találhatók Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levelében, az első levél első részének a 16. versében, valamint János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvében, a jelenések könyve ugyancsak első részének a 7. és 8. verseiben. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. A jelenések könyvéből így szól az ige. Íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt átalszedezték is, és sír fölötte a föld minden nemzetsége. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és a vég, azt mondja az Úr, aki van, és aki vala, és aki eljövendő a mindenható. Szeretett testvéreim, a karácsonyi történetet nem mondom el, hiszen mindannyian ismerjük a karácsonyi történetet, bár János apostol az örökké valóságig vezeti vissza ennek a történetnek a lényegét, mert azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és ez az ige az Istennél volt, majd tovább így folytatja, hogy és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét. Igen, feltehetnénk a kérdést, hogy mégis akkor miért keresztet avatunk? Drága testvéreim, azért, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy elküldte ide az ő egyszülött fiát, és az ő egyszülött fia vállalta annak a földi létnek minden meg nem értését, minden gyötrelmét, minden nyomorúságát, és vállalta a keresztutat. Vállalta a Golgotai kereszthalált azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen, és a kereszt felkiáltójel ebben a mi világunkban. Mert mi történik? Miről szól a kereszt? Az Isten fiának áldozatáról, olyan áldozatról, amely egyszerű és tökéletes, és elfedezte az emberiség bűneit, és mind azoknak bűneit, akik hozzá folyamodnak. Nos, világunkban azért mondtam, felkiáltójel, mert mi történik körülöttünk? Ennek a világnak az urai, ennek a világnak a vezetői, beleértve a különböző nemzeteknek vezető poszton álló egyéneit, valamiképpen vagy a mammon imádatba vesztek bele, vagy gyáván dagonyáznak olyan helyzetekben, amelyben nem kellene, és ennek a világnak a vezetői inkább készek emberek százait vagy százezreit feláldozni, és ezzel szemben ragyog a Golgotai kereszt, mert Isten fia az ő egyszerű és tökéletes áldozatával rendet tett akkor ebben a világunkban, és ezért kell a keresztre tekinteni. Ezért állítunk keresztet. Mert a karácsony abban nyerte meg az értelmét. Valaki egy előttem szolgálatban lévő lelkipásztor mondta azt, hogy hát hiába született volna meg Jézus Krisztus a Júdeai Betlehemben, hogyha nem született meg a szívünkben. És ez az isteni kegyelem csodája, hogy az ő szent lelkének erejától megszületik ma is a szívekben, és ahol Isten lelke ott van a szabadság, abban gyökeredik az igazi szabadság. És
testvéreim, ahol kereszt van, soha ne felejtsük el, ott lesz feltámadás is. A mi országunkat, a magyarságot, mondhatnánk, keresztre feszítették. A Trianon átkában, nyomorúságában, országunk, nemzetünk feldarabolásában valami rettenetes dolog ért bennünket, és még ma is nem mernek róla sokan beszélni, még ma is lesöplik a parlamentben is az asztalról, amikor erről van szó. Szégyenletes dolog. Egy hűbéri állapot tulajdonképpen, mert azt jelzi, hogy mai vezetők sem mernek szembenézni ezekkel a tényekkel, és utat engedtek és utat engednek, életben tartanak olyan fajta szövetségeket, amelyeket már régen felrúgtak, és amelyeket már nem is lehetne tulajdonképpen érvényben tartani. De lesz feltámadás, mert a kereszt erről is szól, hogy hiszünk Magyarország feltámadásában, hiszen ha látjuk, ha körülnézünk, hogy mi van, mi történik a körülöttünk lévő világban, akkor megfogalmazódik bennünk, hogy igen, Isten cselekedni fog. Feltámadunk, helyreállunk. Lehet, hogy emberi számítások szerint, vagy az emberi reménytelenség szerint reménytelen a helyzetünk, vagy legalábbis úgy látszik, de ahogy előttem Csongor mondta, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Betlen Gábornak a csodálatos igéje volt ez. Láttam az ő Bibliáját, a Rádai könyvtárban megvan, és a Szentírás igéi megvannak jelölve, hiszen akár diplomáciai, vagy akár hadjáratai, vagy bármilyen akciója előtt a Szentírásból merített erőt, bátorítást és Isten szent lelke által való vezetettséget. Igen, testvéreim, a kereszt csodálatos jel, erőnek forrása, megváltozik. Erőnek forrása egy olyan időben, amikor az erőtlenség az, ami jellemző világunkra. Erőnek forrása, és az is lesz mindenkor, minden időben. Erőforrás, mert ha rátekintünk, megnyugszik a lelkünk, mert tudjuk, hogy Isten, aki az ő fiának nem kedvezett, érettünk, miattunk és helyettünk, helyreállít bennünket, és áldó kegyelmével és szeretetével bennünket felkarol és helyreállít. Testvéreim, tulajdonképpen, ha vele gondolunk, és megnézzük mai világunk menetét, akkor bátran kimondhatjuk, hogy az utolsó időknek a jeleit látjuk, amelyek le vannak írva a Szentírásban. Utolsó időknek jelei, amikor hamis messiások támadnak, amikor önmaguk hatalmától elteltek, próbálják kezükbe fogni és hatalmuk alá hajtani az egész világot, a különböző nemzeteket, és mintha valami sátáni idézetben lennének Európa nemzetei és Európa vezetői is. Így nevezhetnénk, vagy úgy mondhatnánk, hogy szinte elment az eszük. Nincsenek maguknak. Nos, testvéreim, igen, utolsó időknek jelei mutatkoznak, ám az utolsó időkben is Jézus eljövetelét megelőzi az Antikrisztusnak az eljövetele. Megelőzik a hamis messiások, amelyek jelen vannak világunkban. Jézus maga mondta ezeket, hogy igen, hamis messiások is támadnak. Támadnak hamis messiások, de a mi Urunk jön eljövendő. A karácsonyi történet lényeg az, hogy az a korabeli világ várta a szabadítót, az igazi szabadítót, és eljött, megszületett kisgyermekké. A Jelenések könyvében pedig, amit felolvastam, akkor már nem kisdetként fog megjelenni és eljönni. Így írja az ige, eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt.
Nem lehet előle elrejtőzni. Elbújhatnak az emberek akárhova, ahogy le van írva másutt a proféciákba, elbújhatnak a föld barlangjaiba, megpróbálhatnak elrejtőzni előle, de nem lehet elrejtőzni előle. Minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és azt mondja, sír fölötte a föld minden nemzete és minden nemzetsége. Ami a sírást fejezi ki ebben az ige részben, az elkésett sírást jelent. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy most még kegyelmi időszakban élünk, de amikor feltűnik majd az ő eljövetelének jele az égen, lezárul a kegyelmi korszak. Az emberek eljutnak a bűneik, a nyomorúságaik felismerésére, de már nem lesz belőle szabadulás, hanem egy késői sírás lesz az osztály része. Igen, minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és meglátják őt azok is, akik jelen időnkben is által szegezik őt. Életük vitelével, hitetlenségükkel, azzal a fajta megalkuló emberi magatartással, amely önmaga gőgjétől eltelve nem veszi figyelembe az Isten jelenlétét és Isten akaratát. Igen, sír fölötte a föld minden nemzetsége. Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. És ez az isteni kegyelem, ami most ragyog, arra figyelmeztet bennünket, csak kereszt arra figyelmeztet bennünket, ahogy egy evangéliumi szép énekben van, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a keresztel. Igen, életünk elszáll, mint röpke pillanat, és életünkben adatik meg számunkra az a kiváltképpen való lehetőség, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal, hogy Isten kegyelme megérintse a lelkünket, amikor megérinti a lelkünket, akkor átadjuk magunkat neki. És az ő kegyelmének ereje felemel, az ő kegyelmének ereje megtart, és megáld bennünket szüntelen. Igen, a karácsony abban válik igazán karácsonyjá, hogyha engedjük, hogy megszülessen a szívünkben, a lelkünkben, és nem kell félnünk attól, hogy jönnek megpróbáltatások, hiszen akkor is jöttek megpróbáltatások, ahol az Isten lelke munkálkodik, ahol megszületik a szívekben, ott a gonosz is azonnal támadni kezd, de, ahogy Csongor is elmondta, nem csupán megkeresztelt emberekre van szükség ebben a világban, hanem valóban Krisztus követő keresztényekre, akik bátran, hittel, bátorsággal és odaszánsággal megmerik vallani a hitüket. Isten igényét nem lehet bilincsbe verni, annak idején ezt mi megtapasztaltuk az erdélyi misszió kapcsán is. Isten igéje élő és ható, nem zárható a templom falai közé sem. Isten igéjének meg kell szólalni mindenütt szerte ezen a világon, mert ez az Isten akarata, és Krisztus tanítványainak az a feladata, hogy bátor szívvel merjék hirdetni Isten kegyelmének eszembeit, mert az idő elszalad gyorsan, és a lehetőségek lezárulnak, és addig, amíg lehetséges, addig kell szívünkbe fogadni, és addig kell járni Isten vezetése szerint földi életünket, mert ez az ő akarata. És így legyen áldott ez a kereszt. Legyen áldásul mindazoknak, akik rátekintenek, hogy szívükben, lelkükben ott éljen és támadjon fel az a reménység, hogy lesz feltámadás a nemzet halálból, lesz feltámadás, mert Isten kezében vagyunk, és ne felejtsük el, mint magyar emberek, úgy tekinthetünk magunkra, mint az Isten választott népére. Isten választott népe vagyunk. Amen. Hiszek egy isteni örök igazságban.
hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. És mondjuk át, testvéreim, együtt a mi atyánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mindenható Isten kegyelmével, szenteltével, szeretetével áldjon meg benneteket. Amen. Kérjük el, ügyek utána!